A rádió, ami összeköt. 7 óra lesz, 10 perc múlva. Jó reggelt kívánok, Tóth Anikót hallják. Hírek a Kék Dunán. A Duna vízszintje Nagybajcsnál hajnalban már 4 cm-rel meghaladta az eddigi legmagasabb 2002-ben mért szintjét. 3 órakor 879 cm-es vízállást mértek. A településnél szombaton reggelre várják a tetőzést 900 cm-en. Komáromnál 785 cm volt a vízállás. Az elmúlt 4 órában 14 cm-vel emelkedett. Itt 830 cm-en tetőzhet a folyó vasárnap hajnalban. Esztergomnál a legfrissebb adatok szerint 728 cm-es a vízállás, több mint 20 cm-t emelkedett 4 óra alatt a vízszint. A folyó várhatóan vasárnap napközben éri el legmagasabb szintjét 795 cm-rel. Lezárták délután a belvárosi Petőfi hidat Győrben. Máté Tóth Péter, a Győri útkezelő szervezet szóvivője már hétfőn közölte, hogy a védekezési munkálatok miatt várhatóan le kell majd zárni Győr belvárosának szélén álló Petőfi hidat. Annak egyik oldalát ugyanis el kell rekeszteni, mivel a rába várható tetőzése magasabban lesz a híd szintjénél. A vízügyi szakemberek pedig el akarják kerülni, hogy a folyó elöntse a környező területet. A hétvégén már lezárták a győri rakpartot, hétfőn délben pedig a mélyen fekvő Magyar Vilmos úszó, majd szerdán az emelkedő vízszint miatt a magyar-szlovák határon Vámos-Szabadinál átívelő hidat is. Az útlezárások ellenére jelenleg minden település megközelíthető autóbusszal megyénkben, közölte a Kisalföld Volán személyszállítási igazgatója. Mihályka Imre tájékoztatása szerint Mecsér községbe a Mosoni Dunán átvezető híd lezárása miatt csak az egyes számú főút felől lehet eljutni. Gönyű település pedig az egyes főút érintett szakaszának lezárása miatt csak kerülővel Nagyszent Jánoson keresztül közelíthető meg busszal. A Moson-Magyaróvár Győr Komárom Esztergom vonalon egyelőre nem járnak a buszok. Mihályka Imre közölte, hogy társaságuknál szervezik az árvízi védekezésben résztvevők szállítását. 71 olyan autóbuszuk van, amely egy esetleg szükségessé váló kitelepítéshez azonnal elindítható. Pár órával hátráltatta munkálatokat, hogy Győrújfalu határában megcsúszott a Mosoni Duna gátja egy szakaszon, közölte a polgármester. Nagy Imre Attila elmondta, nem a folyó, hanem a falu felüli oldalon csúszott meg egy 50 méteres szakasz egyharmada. A településvezető megjegyezte, a gát korona szintje a történtek ellenére is 80-90 centivel a víz fölött van. Könnyű búvárcsoportot riasztottak a megcsúszott fólia homokzsákokkal való rögzítésére, és helikopterrel is hordtak földet arra a gát szakaszra, amelyik megcsúszott Győrújfalunál. A dunai vízállás miatt csütörtök déltől a Budapest-Hegyeshalom Rajka vasútvonal Komárom és Almásvízütő közötti szakaszán csak egy vágányon és már csak 40 km-es óránkénti sebességgel mehetnek a vonatok, az utasoknak ezért hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat mintegy 2300 adag ételt, 350 liter teát és 190 liter ásványvizet szállított eddig a gátakon dolgozó embereknek. A Szeretetszolgálat elsődleges feladata az árvízi védekezésben résztvevő egységek ellátása. A gátakon homokzsákot töltő embereket élelmiszerrel és innivalóval szolgálják ki. A szervezet újabb bázisokat alakított ki az árvízzel fenyegetett településeken, Dunaszentpál mellett Győr-Zámolyon, Dunaszegen, Mecséren és Gönyön is. Komáromban és Esztergomban 3-3 helyszínen, valamint Almásvízütőn és Neszmély térségében is több száz embert látnak már el étellel és itallal. Komáromban és Budapesten pedig szükség esetén egészségügyi ellátást is nyújtanak a munkatársak. A Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét bárki segítheti a 1350-es adományvonalon, egy hívás 250 forint támogatást jelent. A Győri Központ pedig élelmiszeradományokat fogad folyamatosan az Amadé utca 1 szám alatt. Továbbra is várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének segíteni az árvízi védekezési munkálatok vagy a szállítási feladatok végrehajtásában, de várják a védekezésben résztvevők javára felajánlott tárgyi adományok bejelentését is. Az önkéntesek jól szervezett munkával jelentősen növelhetik az árvízi védekezés hatékonyságát, ezért továbbra is kérik, hogy az önkéntes szerveződések helyett a felajánlásokat a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 529-539-es, valamint az 515-729-es számára tegyék meg. Felhívják a győri lakosok figyelmét lakóházok védelmére, homokzsákot a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó ZRT-től igényelhetnek, melyről az 511-420-as telefonszámon érdeklődhetnek. Híreinkről bővebben a Kék Duna internetes portálján olvashatnak.
Ma több órára kisüt a nap, de emellett bárhol lehet záporzivatal. 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A Kék Duna háromnapos előrejelzése szerint hop is több borás napsüti elszóltán záporokra, 24 és 28 fok közötti csúcsra. Vasárnap egyre melegebbre, 25 és 30 fok közötti hőmérsékletre készülhetünk. Köszönjük szépen a Nia az infókat, reméljük, hogy marad is a jó.